Többször volt olyan, hogy celebekkel, sztárokkal kellett együtt dolgoznod. Például volt egy francia film, a Csoda csapat, ami egy focis vígjáték, tehát egy focis témájú vígjáték. Itt például ugye Nézi Enő, Gundel Takács Kábor és Rákóczi Ferenccel dolgoztál együtt, ők nem kifejezetten szinkronszínészek. Milyen volt a munka velük, vagy hogy érezted? Igen, az mindig egy kicsit ilyen, ilyen, szívszorító, amikor a forgalmazó azzal az ötlettel áll elő marketing szempontból, hogy, hogy celebekkel szinkronizáljunk olyankor az embernek mindig egy kicsit a torkában dobog a szíve, és elkezd lázongani, hiszen a szereposztás az én rendezői szuverenitásomnak az alapköve. Tehát, hogyha valaki beleszól abba, hogy kinek ki legyen a hangja, akkor az eleve egy, egy szuverenitás sértő akció. De hát nyilván tudomásul kell vennem, hogy vannak marketing szempontok, a forgalmazó úgy gondolja, hogy bizonyos szereplőkkel jobban el lehet adni a filmet, <kül> És hát, mit mondtam, tehát én abszolút nyitott vagyok minden kívülről érkező gondolata, minden emberrel szemben teljesen nyitott vagyok. Úgyhogy ez a Csodacsapat című film az mtv nak a forgalmazásában került a moziban. Tehát a Magyar Televízió forgalmazói részlege adta ki ezt a filmet, és a, a forgalmazást irányító szakember úgy gondolta, hogy a Magyar Televízió belső munkatársai közül néhány kapjon szerepet a szinkronban is, hiszen egy, egy sporteseményről van szó, tehát a sportosztály munkatársai joggal és okkal szerepelnének a, a szinkronban is. És így jött hozzánk Nézi Enős Gundel Takás Gábor, hát mind a kettővel egy élmény volt. Mind a ketten hozták a, ugye, azt a az ő szakmai rutinjukból uh, fakadó magabiztosságot, ami aztán hitelesítette magát a sporteseményt, hiszen a néző ugyanazt a, a sporthangulatot érezhette a film nézése közben, amit egyébként mondjuk bármelyik sportcsatornán, egy foci meccs nézése közben élvezhet. Ugyanez volt a helyzet, illetve nem ez volt a helyzet Rákóczi Ferenccel, aki azért került bele a, a szinkron csapatba, mert ő dédelgetett színészi ambíciókat, és erről a forgalmazó tudott, és azt gondolta, hogy adjunk lehetőséget Rákóczi Ferencnek egy kisebb szerepbe, hogy megmutassa, milyen színész. Nem tehetségtelen, sőt, kifejezetten nagyon ügyes volt, és hát meg volt az a járulékos hozadéka, hogy mint egy ma mellékes marketing hozadék, hogy Rákóczi Ferenc az általa vezetett rádióműsorba szóba hozta ezt a filmet, mert hogy ő szinkronizált benne, és ezzel tulajdonképpen egy reklámot csinált. Tehát mm -hmm. igen, szóval nagyon nagyon kényes mm -hmm. az Volt egyensúly. még rajzfilm is, ugye a Lucky Luke irány a vadnyugat, ahol Lel Juniorral dolgoztál együtt. Őt úgy hallottuk, hogy hogy vele is élvezted a munkát. Meglepően ügyes volt, Meglepő, igen, úgy azt gondoltam, hogy hogy egy, egy ilyen végtelen türelemre lesz szükség, hogy rávezessük arra, de hát ugye ő zenész, tehát a ritmus érzékével elege, eleve nincs baj technikailag nagyon pontosan csinálta meg, és hát hál' Istennek van benne egy nagyon erős bohóc hajlam, de hát ez mondjuk a zenei pályafutásában is látszik, és ez a bohóc hajlam engedte, hogy ő kipróbáljon mindenféle szélsőségeket, és hát ugye a hangképzéssel teljesen tisztában volt, hogy ügyes volt. A Lizi és Jeti című filmnél az az érdekes, hogy női szerepeket férfiak szinkronizálnak. Gondot okozott te ez esetleg szereposztásnál? Milyen szempontok alapján választottad ki a színészeket ezekre az összetett szerepekre? Na, a Lizi és a Jeti az egy sötét volt az életemben. Tehát, <coughs> szóval beérkezik egy rajzfilm, amiben minden szerepet férfiak csinálnak, a mm. női szerepeket is. Sziszit egy nő szinkronizálja magas fejhang, falzat hangom. És, és a, az ember úgy, úgy ül előtte, és nem érti, hogy ezt miért csinálták így. Tehát, hogy mi, mi történt itt az eredeti alkotó uh csapattal. -huh. alkotócsapattal. <kül> és akkor megnézed a véges táblistát, és akkor kiderül, hogy itt tulajdonképpen ez a, ez a, ez a produkció arról szól, hogy a készítők között volt három ember, akik többféle hangon tudtak megszólalni, és ezt a, ezt a virtuózitást ezt a, a rajzfilmekben el akarták adni. És akkor, akkor te így gondolkozol, hogy oké, okay, na de hát ez, ez az a három ember, aki ezt a virtuózitást megcsinálja, ezt, ezt magyarul hogy csináljuk meg? Tehát, hogy most én is keresek három olyan embert, akinek a hangja ilyen szélsőségesen ingadozik, keresek három celebet, akinek a hangja ilyen szélsőségesen ingadozik, de jól meg tudnak formálni egy szerepet, vagy egyszerűen másoljam le azt, ami az eredeti produkció, és, és ugyanolyan hangmagasságú hangokat rendeljek, és akkor tulajdonképpen úgy, ugyanazt fogja a néző hallani, amit az eredetiben hall, csak éppen magyarul. És szóval ez egy rettenetesen gyötrő, kínzó helyzet volt, és azt gondoltam, hogy igazából akkor lennénk hűek ennek a produkciónak a tartalmához, a születését indokló motivációhoz, hogyha a, mondjuk az Irigy Hónai szinkronizálnánk le a filmet. Tehát hogyha egy olyan fiúcsapatot keresnénk, akik eleve már híresek, és akkor az egy búli, hogy ők eb, a, a, saját ö, ö, professziójukból, hivatásukból kilépve egy, másik, ö, egy más műfajú ö, művészeti ágban így kipróbálják magukat, és, 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 a hangjukat adják egy szinkron produkcióhoz. Sajnos ezt az ötletemet rajtam kívül senki más nem délelgette, nem, nem nagyon tetszett senki másnak. Egyrészt azért, mert nagyon kevés idő volt, a szinkron elkészítésére, másrészt azért, mert rettenetesen drágának találták az irigy hónai mirigyet, harmadrészt azért, mert senki nem bízott benne, hogy az irigy hónai mirigy előzetes tapasztalatok nélkül jól meg fogja tudni a, csinálni a szinkron. Úgyhogy maradt az a megközelítés, hogy egyszerűen másoljuk le az eredeti produkciót, és ugyanolyan színű hangokat rendeljünk az ugyanolyan színű német hangok mellé. Úgyhogy tulajdonképpen a, líz és, a Lizi és, és Yeti az, az egy másolat.